hogyha megnyeri a választást, akkor visszaül az első sorba? Lázár János előre megy, nem hátra. Ez a válaszom. Akkor ezek szerint ismét van kedve nagy országos politizáláshoz? Nem, azzal szeretnék foglalkozni, hogy milyen ország lesz Magyarország 10 év múlva. Nincsenek országos politikai ambícióim egyáltalán. Örülök, hogyha megnyerem a választást itt, akkor a választókkal közösen, a választók bizalmából van bőségesen munka ebben a választókerületben. Nincsenek nagy politikai ambícióim, voltam már minden. Miniszterelnök még nem? Majdnem. Milyen ország lesz, hogyha, vagy milyen, mi lesz a NER-rel, hogyha a Fidesz csak feles többséggel nyer? Mire gondol, amikor a NER? Arra a hálózatra, ami kiépült Magyarországon, gazdasági rendszerre, akár érdekszférára, mi lesz? Tehát van, aki azt mondja, hogy az már elindít egyfajta bomlást. Őszintén mondom, nem foglalkozom ilyen kérdésekkel, higgyel nekem, ahhoz tapasztalhattam, amiket mondtam, azzal foglalkozom, ami a választási kampányban most számomra kiemelten fontos. Ha arra gondol, hogy lehet-e tovább erősíteni egyszerű többséggel azt, hogy Magyarországon a vállalkozások, a gazdasági szereplők egy nagyobb része a nemzeti függetlenség és a nemzeti önállóság mellett álljon, az természetesen feles többséggel is lehet erősíteni, hogy minél erősebb legyen a nemzeti gazdaság, illetve az a gazdasági erő, amelynek az ország függetlensége és szuverenitása a legfontosabb. Rengeteg olyan terület van, ahol bőségesen van tennivaló. Például az energetika egy óriási lehetőséget ad. Azzal, hogyha Magyarországnak saját magának áramot kell előállítani, akkor létrejön egy új energetikai ipar, amiben a magyar kis- és középvállalkozók szerepet kaphatnak, ha erre gondol a nemzeti együttműködés rendszerében. Nem, pont fordítva gondoltam, hogy gyengülni fog, és hogy ez egyfajta erodálás lesz, erodálódás lesz. Én nem gondolom, ilyen militáns megközelítéseim nincsenek, hogy őszinte legyek. Ha már mondja az energiafüggőséget, nem túl erős a függőség az oroszoktól? Dehogy nem. 32 éve nem történt semmi, illetve 5 éve az Európai Unió egyetlen egy centit nem tett a függőség megoldása érdekében. A magyar kormány sem. Dehogy nem tettünk, mert eldöntöttük, hogy Paks 2-t megépítjük. De az olaj és a gáz? Az olaj és a gáz ügyében alapvetően árkérdés szabott határt a mozgásterünknek. Ugye voltak tenderek a gáz esetében, és az a valóság, hogy az LNG terminálokból délről drágábban tudnánk gázt hozni az országba, mint amennyire Oroszországtól kapjuk, és teljesen világos, hogy Közép-Európában, Németországban és Európa bármelyik országában, ahol erős az ipar, ott az iparnak szüksége volt, és szerintem szüksége is van az olcsó orosz energiára. Ez jelenti részben az európai ipar versenyképességét. Tehát a Magyarországon működő versenyképes nyugati vállalatok is orosz gázzal működnek. A német autóipari cégek is orosz gázzal működnek. Az összes német ipari vállalat, aki gázt használ Magyarországon, orosz gázzal működik, ezért tud versenyképes és eredményes lenni. Ezt ne felejts el. De itt a háborúban azért elég erős a morális kérdés, hogy olcsó gáz versus ukrán háború. Ez egy nagyon nehéz kérdés valóban, számomra személyesen is, és mindenki számára, hiszen amit az ember a televízióban lát, barátaitól hall, vagy amit tapasztal, az nagyon megrendítő, de egy magyar politikusnak a magyar érdeket kell a legvégső soron néznie. Van egy értékbeli elköteleződése az embernek, nem csak az együttérzés, hanem az, hogy ha magyar vagyok, akkor európai vagyok, ugyanakkor vannak az országnak érdekei. Ezt sajnos össze kell tudni egyeztetni, erről szól a politika. Putyint agresszornak tartja? Hát amit mostanában csinál, az nem túl biztató. Milyennek tartja? Azt agressziónak tartom, hogy lerohanták Ukrajnát, mert azt gondolom, hogy számos olyan kérdés van, amit tárgyalásos úton meg lehetett volna oldani. Mi a különbség a között, hogy agressziónak tartja, hogy lerohanták Ukrajnát, és hogy magát Putyin tartja agresszornak? Hát ha magát ez boldoggá teszi, akkor agresszornak tartom. Tehát, hogy én azt gondolom, Oroszország agressziót követett el Ukrajnával szemben, és ez egy nagyon súlyos probléma, hogy megtámadtak egy olyan országot, amely független akar lenni. Örülök, hogy az Európai Unió most minden olyan ország mellett kiáll, amely független akar lenni, mert ha Ukrajnának jár a függetlenség és a szabad döntési jog, hogy hogyan akarnak élni, akkor Magyarországnak is jár, és Lengyelországnak is. Nem gondolja, hogy a kormány, illetve hogy milyennek tartja a kormány kommunikációját ebben a témában? Hát a kormány kommunikációja egyetlen egy pontra fókuszál, az, hogy az országnak az érdeke a béke, az ország semlegessége a legfontosabb célkitűzés. Ki kell maradni a háborúból. Ez a kommunikáció lényege. Ha 10 mondattal írják körbe, akkor is ez a eleje. Ön sokkal keményebben fogalmaz. Mármint? Hát ezzel a brutális orosz támadás. Hát mert az is. Világos, csak ön kimondja, ők meg nem. Na jó, de nem is vagyok a kormányban. Nem nekem kell a gázszerződéseket menedzselni, hanem Szijjártó miniszter úrnak. Tehát, hogy mondjam, a politikában, ha az ember egy országot vezet, vagy egy közösséget vezet, akkor vannak nagyon nehéz döntési szituációk. Biztos lehet abban, hogy a fideszes politikus társaim, minden fideszes szavazó és politikus is együtt érez az ukránokkal. Az más kérdés, hogy a kormánynak meg van kötve a keze, hiszen az ország energiaellátása minden nap és minden órában az oroszoktól függ, mint hogy nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európa nagy részén is. Az egy közös európai felelősség, hogy az elmúlt 5 évben ennek az energiafüggőségnek a leépítése érdekében semmi nem történt. Mit gondol Zelenszkij beszédéről?
most melyikre gondolom, minden nap tart kettőt. Ezek túlzások szerintem. Nem ez a megoldás két szomszédos ország között, hanem egy normális párbeszéd. Zelenszkij nyugodt lehet Magyarország felől, mert Magyarország minden Európai Unió szankciót támogat, és minden NATO szankciót támogatott. Utolsó kérdés. Németh Zsoltnak nekiestek a kommentelők, amikor kiírta, hogy Ruszkij haza. Ön úgy tűnik, hogy kiírhatná, amilyen beszédet tartott. Nagyapám 3 évet húzott le hadifogolyként a Szovjetunióba, és 4 évet az orosz fronton. Ennyi.